Hát akkor emeljük a tétet, menjünk még egy lépéssel följebb. Keressük meg a következő számoknak a négyzetgyökét. 72. Ugyanúgy dolgozok, mint az eddigiek folyamán. Keresem, hogy a 72 hol található. 64 és 81 között. És akkor megyek sorba. 64-el osztható-e? Nem. 49-el osztható-e? Nem. 36-tal osztható-e? Igen. Tehát az első tényezőnk a 36, és ugye 72-ben a 36 megvan kettőször. Tehát a 36-nak a gyöke a 6, így akkor ez a megoldásunk 6-szor gyök 2 fog lenni. Jöjjön most egy szép szám, a 75-ös. Mivel már 5-ösre végződik, így akkor már lehet egy kicsit taktikázni, hogy hiába van itt ugye a 75-ös, és akkor indulhatnánk, hogy 64, 49, azokkal biztos, hogy nem osztható. Érdemes mindjárt megnézni, hogy az 5-ösre végződővel osztható-e. Hát szerencsénk van, a 75 az osztható 25-tel, tehát az egyik tényező egyértelmű, hogy a 25-ös lesz, a másik pedig ugye 75-ben a 25 megvan 3-szor. 25-nek a gyöke 5, így akkor a 75 megegyezik az 5-ször gyök 3 kifejezéssel. Jön a 80, az lesz a következő számunk. Nézzük, hogy a 80-at mivel tudom elosztani. Innen indulok, hát ugye 64-el nem, 49-el nem, 36-tal nem, 25-tel nem. Hát szerencsénk van itt a 16-osnál, hiszen a 16-ban, vagyis a 80-ban megvan a 16. Tehát az egyik tényező a gyök 16, a másik pedig 80-ban a 16 megvan 5-ször, tehát a 16-nak a gyöke 4, így akkor a gyök 80 megegyezik a 4-szer gyököt kifejezéssel. A következő számunk ugyancsak nullára végződik, a 90-es. Nézzük, hogy őt mivel fogjuk majd elosztani. Hát ugye 90-es az itt található, 81-el nem, 64-el nem, 49-el nem, 36-tal nem, 25-tel nem, 16-tal nem, hát egészen a 9-esig el kellett, hogy sétáljunk. 9-el osztható, tehát az egyik tényező a gyök 9, a másik pedig a gyök 10 lesz. Mivel a 9-nek a gyöke a 3, így akkor a gyök 9-el megegyezik a 3-szor gyök 10-szel. Most már 100-on fölüli számokat keresünk, 108 lesz a következő. Nézzük meg, hogy a 108-at mivel tudom osztani. Hát föntről indulok, ugye, tehát minél nagyobb számot próbálok keresni. 100-al nem osztható, 81-el nem osztható, 64-el nem osztható, 49-el nem osztható, hoppá, 36-tal osztható. Tehát a 108-nál az egyik tényező lesz a gyök 36, a másik tényező pedig a gyök 3. Ugye 3x30 az 90, 3x6 az 18, 90 meg 18 az 108. 36-nak a gyöke, íme itt található, az a 6-os, tehát a gyök 108 az valójában 6-szor gyök 3. Kicsit furcsa szám következik, 117. Amikor keressük, hogy a 117 mivel osztható, hát ugye a 7-es végződés az nagyon ritkán szerepel, viszont észrevehetjük, hogy a számjegyek összege 1 meg 1 meg 7 az 9, ami azt jelenti, hogy ez a szám biztos, hogy osztható 9-el, ami nekünk nagyon is jó, hiszen ez lesz a legnagyobb négyzetszám, amivel el tudom osztani, tehát gyök 9, és akkor ami még megmarad, az a 13. Ugye 9-szer 10 az 90, 9-szer 3 27, 90 meg 27 az 117. 9-ből tudok gyököt vonni, ez lesz a 3, tehát a gyök 117 az valójában 3-szor gyök 13. Ha emlékszünk, akkor az 52-esnél volt ilyen, hogy gyök 13 maradt még, vagyis a 13-as maradt a gyök alatt. A következő 125-ös. A 125-ösnél alkalmazhatjuk azt a logikát, amit már használtunk a 75-ösnél, ugye, hogy 5-tel végződjön. Hát akkor nézzük meg, hogy ilyen csak a 25-ös, hogy 25-tel osztható-e. Igen, mégpedig 5-ször van meg benne, tehát a 125-öt fölírom, illetve a gyök 125-öt fölírom, mint gyök 25, és gyök 5-nek a szorzata. 25-ből tudok gyököt vonni, tehát az lesz az 5, és a gyök 5 megmaradt, tehát a gyök 125 az valójában 5-ször gyök 5. Csupa 5-ösről van szó. És ebben a sorozatban még egy számunk van, az a 128. Nézzük, hogy a 128-at mivel, hogyan tudom fölbontani. Induljunk föntről, hát ugye 100-al nem, 81-el nem, 64-el igen.
mert a 128-ban ugye megvan a 64 pontosan kettőször. 64-nek 8 a gyöke, így tehát a gyök 128 pontosan megfelel a 8-szor gyök 2-nek. Egészen nagy számokról volt most szó az elmúlt percekben, de láthatjuk, hogy ugyanazon a logikával oldottuk meg mindegyiket. Ha most tovább haladunk, akkor még nagyobb számok várnak ránk, 150, 200, egészen 1000-ig, és itt ennél a 150-esnél ugyancsak vesszük az eredeti táblázatunkat, nézzük, hogy mivel tudom elosztani. Hát ugye, ha már nullára végződik, akkor nekünk is olyan négyzetszámot kell keresni, ami nullára vagy ötre végződik. Hát 100-al nem tudom elosztani, de 25-tel el tudom osztani. Tehát gyök 25 lesz az egyik tényező, és a másik az pedig 6, mert ugye 6-szor 25 adja a 150-et. A 25-nek megkeresem a gyökét, az lesz az 5, tehát a gyök 150 az valójában 5-ször gyök 6-nak felel meg. Jöhet a következő számunk a 200-as. Nézzük, hogy a 200-ast mivel tudom elosztani. Hát először is azt látjuk, hogy ugye ha két nullára végződik, akkor biztos, hogy osztható 100-zal. Ez lesz a legegyszerűbb módszer, tehát minden, ami 100-asra végződik, azt föl tudjuk mondani, hogy 100 szorozva amennyi, jelen esetben ugye a 2, és akkor a 100-nak a gyöke az 10, tehát így kapunk 10-szer gyök 2-t. Ezt a módszert majd alkalmazni fogjuk még más számoknál is, ahol százasok vannak. Viszont most jön egy másik számunk, a 250. Ugye a 250 az nem osztható 100-zal, viszont azt kell nézni megint, hogyha nullára végződik, hogy vagy olyan, hogy 0, vagy olyan, hogy 5. Hát ugye nullásunk nincs, de itt van a 25, és ugye 250-ben megvan a 25, méghozzá szép kerek szám, az pedig a 10. 25-nek a gyöke az az 5 lesz, tehát így kapunk 5-öt, és a gyök 10 pedig megmaradt, tehát a gyök 250 az valójában 5-ször gyök 10. Láthatjuk, hogy most már ismétlődnek azok a dolgok, amelyeket az eddigi feladatoknál is használtunk. Ugyanúgy a 300-nál is, hiszen említettük, hogy ha 2 nullára végződik, akkor osztható 100-zal, tehát mindenféleképp gyök 100 lesz az egyik tényező, és ugye 300-ban a 100 megvan 3-szor, tehát így kapjuk meg, hogy az gyök 100-szor gyök 3, vagyis 10-szer gyök 3. A következő számunk egy kicsit trükkös, ez pedig a 450. Mi az, amit használnunk kell? És azt látjuk, hogy itt most már nem biztos, hogy elegendő lesz nekünk csak az első 10 számnak a négyzete, hiszen nagyobb szám esetén megpróbálunk még nagyobb, tehát a 11-től 20-ig tartó számoknak a négyzetét is figyelnünk kell, és a 450-et el tudom-e osztani ezekkel valamelyikkel. Ugye mivel nullára végződik, olyat keresek, ami itt is nullára vagy 5-re végződik, hát 400-al nem tudom, viszont a 225 az pontosan kettőször van meg benne, tehát osztható 225-tel, ez nekünk a lényeg, és akkor a másik tényező lesz a gyök 2. 225-nek mondhatom, hogy az 15 lesz a gyöke, tehát a végeredményünk 15-ször gyök 2. Vannak olyan tanulók, akik a 450-et úgy bontják föl, hogy hát megvan benne a 9, és megvan még az 50, és akkor kapnak 3-szor gyök 50-et. Az is jó, viszont nem mindegy, hogy a gyök alatt 50 marad, vagy pedig 2. Tehát nekünk törekedni kell, hogy a gyök alatt minél kisebb szám maradjon meg. Egy ismerős szám következik, ez az 500. Ugyanazt a logikát alkalmazom, mint a 200-nál vagy a 300-nál. Ugye 400-at nem adtam feladatban, mert annak van pontos gyöke, tehát annak nem érdekes ezzel a módszerrel fölbontani, de az 500 esetén jöhet a gyök 100 és a gyök 5, és akkor a 100-nak a gyöke az 10, tehát így kapjuk meg, hogy a gyök 500 az valójában 10-szer gyök 5. Hát lassan a végéhez érünk ennek a sorozatnak, még maradt a 800-as. A 800-as szerencsénkre két nullára végződik, tehát alkalmazhatjuk azt a logikát, amit már eddig is figyeltünk, vehetnénk ugye a 100-at. De viszont, mivel most már még nagyobb számok vannak, ugye nem csak 100-al osztható, hanem figyelem, hogy a 11-től 20-ig tartó négyzetszámoknál is van-e olyan valamivel el tudom osztani, mivel nullára végződik, keresem a nullásat vagy az ötöset, és szerencsém van, hiszen 400-al is elosztható. Tehát 100-al is oszthatom, de legjobb a 400-al. Így tehát az ugye 400-szor 2, és a 400-nak a gyöke az 20, tehát 20-szor gyök 2.
Nem mindegy, hogy a gyakorlat 2-es marad, vagy pedig 10-es, mint ahogy megszokhattuk az eddigi számoknál. És akkor a legvégére maradjon egy olyan, ami 3 nullát tartalmaz, ez 1000-es, de ugyanaz a logikát alkalmazom, mivel osztható 100-zal, tehát fölbontom, akkor az lesz a gyök 100, illetve 10, és akkor ugye a 100-nak a gyöke az 10, tehát 10-szer gyök 10 lesz az 1000-nek a megfelelője. Láthattuk az elmúlt percekben, hogy különböző számok esetén hogyan tudunk gyököt vonni, vagy hogyha nem is tudunk, akkor fölbontjuk tényezőire, tehát nagyobb számok esetén is egy racionális és egy irracionális szám szorzataként tudjuk fölbontani egyszerűbb alakra. Köszönöm a figyelmeteket!